A Münchenből Salzburgba közlekedő gyorsvonat Prien városka pályaudvarán fékez. Az üdülőhely Dél-Németországban, a Bajor fővárostól mintegy 90 km-re délre terül el. A Kintó partján fekvő városka vonattal könnyen elérhető. Az óránként közlekedő szerelvények mindegyikéről leszállhatunk állomásán. Az osztrák belföldi vonatnak számító, Salzburgból Innsbruckba közlekedő úgynevezett korridor szerelvények azonban nem állnak meg német felségterületen, itt Prienben sem. Az állomás mögötti vágányon egy különleges városi vaspálya várja a világ számos részéről érkező utasait. A nem sok hiány 2 kilométer hosszúságú, 1 méteres nyomközű vonalon közlekedő vonat a Stokfürdő telepre viszi utasait, immáron több mint egy évszázada. Az úgynevezett tramváj jellegű, vagy más néven közúti-vasúti gőzmozdony a pálya építésének évéből 1887-ből származik. Különleges karosszériája a lakott területen való közlekedés miatti nagyobb balesetveszélyt hivatott enyhíteni. A kintavi gőzvillamos a világ legrégebbi, ma is közlekedő, gőzvontatású közúti vasútvonala, mely járműveivel együtt teljes egészében műemlékvédelem alatt áll. A vonat 8 perces zögykölődés után befut a végállomásra. Az utasok, elhagyva az apró vasúti kocsikat, szinte közvetlenül a kikötőben várakozó hajóba szállhatnak be. Azt tartja a regel, hogy a Kintó Sellő királyának lánya egyszer szerelemre gyulladt Kaspára a kisvasút mozdony vezetője iránt. Minden nap kora hajnalban kiszállt a vízből, hogy a parton ülve figyelhesse szerelmét, amint az mozdonya körül foglalatoskodik. Egy alkalommal azonban, mivel nem ereszkedett vissza időben a tó biztonságába, a napsugarai hatására mozdulatlanná vált. Aki nem hiszi, sétáljon egy nagyot a kikötő környékén, biztosan rábukkan a Sellőlány szoborrá merevedett testére. A Kintó már régóta vonza partjára a betelepülőket. A helyi hagyomány szerint Poncius Pilátus római helytartó Eto partján halt meg számüzetésben. A tó Bajorország déli részén, az Alpok első, 1700-1800 méteres hegyeitől mintegy 10 kilométerre északra hullámzik. A szabálytalan alakú víztükör legnagyobb hossza 18,
szélessége 14 km, legmélyebb pontja 73 méter. A jégkori eredetű állóvizet több kis patak táplálja, s belőle folyik tovább északi irányba, az Inn folyóba, az Alc. A körülötte található tavacskák azt jelzik, hogy eredetileg nagyobb volt, egészen az alpesek lábáig ért. A fürdőtelep büszkesége a szabad strand melletti fedett uszoda, melynek medencéjében a tó 27 fokra felmelegített vize hullámzik. Velünk szemben a 2,5 négyzetkilométer kiterjedésű Kanonokok szigetet terpeszkedik. A tó délnyugati kiöblösödésében terül el, erdők s mezők borítják. Déli peremén történelem előtti települések nyomai találhatók. A 10. századból maradt fenn a híre, hogy a portyázó magyarok lerombolták a szigeten létesült Benedek rendi kolostort. Helyén kezdte el építetni II. Lajos bajor király az új kastélyt a francia királyok Versailles palotájának mintájára. A betegesen pazarló uralkodó kezéből azonban 1885-ben kivették a pénzt, így a mű sosem készült el, sőt a király öngyilkossága után a félkész palota egy részét le is rombolták. A Kanonokok szigete mögött még két kisebb szárazulat található, a Füvek és az Apácák szigete. A Stok fürdőtelep virágokkal bőkezően díszített, a tó vízébe mélyen belenyúló parkja kellemes sétáló terület. A part közelében kényelmes szállodák várják megfelelő anyagi helyzetű vendégeiket. A tavon rendkívül élénk a hajóforgalom, szinte állandóan láthatunk induló vagy éppen érkező vízi járműveket, nem is beszélve a bérelhető elektromos csónakokról. A hajó és a kisvasút közlekedése szervesen illeszkedik egymáshoz. A vízen érkező biztos lehet abban, hogy a partról azonnal tovább utazhat a kis gőzvillamossal, akár a városba, akár a nagyvasúthoz igyekszik. Mozdonyunk közben befejezte a vízvételezést, és rááll a vonat élére. A vonal forgalmát nem egy vasúttársaság, hanem a hajózási vállalat irányítja. Ezért aztán ne is csodálkozzunk, ha a vonaton egy tengerész egyenruhás kalauz kéri majd a jegyeket. Gőzvillamosunk hamarosan visszaindul, hogy fedélzetén a sok jókedvű kirándulóval ismét bejárhassa az 1900 méter hosszú pályát a város utcáinál. Thank you.